gondoskodik, és buzgón imádkozik, imádkozik himmelébe. Gábor angyal odalépve, Isten titkát jelenti, és a szüzet köszönti. Szól a hozzá az arkangyal, teljes vagy te szent asszal, minden asszonyok felett, áldott vagy az Úr veled. Megrendent a szüzet szóra, de az angyal tovább szóla, ne félned az Istennél, legszebb áldást te nyertél. Megárnyékozz a szent lélek, és csizméhed gyümölcsé lesz, nevét hívod Jézusnak, fia leszel az Úrnak. Mondd a szent szűz a látszódba, íme az Úr szolgálója, legyen nékem a szerint. Szólts az égbe földerint, és meg ott az örök ige, leszállott a szűz végébe, ott emberi testet vett, így az Isten ember lett. Szeretettel köszöntelek mindannyiótokat advent harmadik vasárnapján itt a főtéri gyertyagyújtás előtt pár perccel. Köszönjük a Búzavirág Ének Együttesnek a bevezető éneket. Köszönjük, hogy velünk vagytok minden héten, és segítetek ráhangolódni az adventi hangulatra, a karácsonyvárásra. El kell mondanom, hogy a mai egy rendkívüli esemény lesz, hiszen aki ma megosztotta volna velünk a gondolatait, sajnos akadályoztatva van, és ez az utolsó pillanatban derült ki, így nem tud velünk lenni, úgyhogy én fogok improvizálni. Természetesen megmarad a menetrend, hogy én majd az utolsó gyertyagyújtása előtt fogok beszélni, ezért most azzal készültem, hogy egy nagyon híres regényből egy részletet olvassak fel nektek, ami szintén segíti majd az ünnepre való ráhangolódást. Úgyhogy hallgassátok meg szeretettel Nikos Kazantzakis, akinek Meg kell halnia című regényéből egy részletet. Máté álma, ez a címe a részletnek. Én is álmodtam valamit, Görögországban történt. Egyik este, amikor a nap éppen lenyugodni készült, Krisztus odaült mellém a padra, olyan egyszerűen és nyugodtan, mintha csak a szomszédom lett volna. Egy üres zsákot tartott a kezében. Felsóhajtott, és a zsákját a földre ejtette. A lába poros volt, a szegek ütötte öt sebb felfakadt és vérzett. Szeretsz te engem? Kérdezte szomorúan. Édes Jézusom, feleltem neki, kész vagyok meghalni érted, ha úgy kívánod. Ő mosolyogva bólintott, de nem szólt. Így ültünk egy darabig. Meg voltam illetődve, s én sem beszéltem. Végül is nekibátorodtam, és megkérdeztem. Fáradt vagy, uram. A lábadat por és vér fedi. Honnan jössz? A falvakat járom, válaszolta Jézus. Most jövök Likovrissziből. A gyermekeim éheznek. Magammal hoztam ezt a zsákot, hogy alamizsnát gyűjtsek bele. Nézd, hazafelé tartok, s a zsák üres. Belefáradtam. Mindketten a lenyugvó napot néztük, s Krisztus egyszerre csak rám támadt, szemrehányásokkal halmozott el. Azt mondod, hogy szeretsz, és gondtalanul összetett kézzel üldögélsz itt. Eszel, iszol, kényelembe helyezkedve a tanításaimat olvasgatod, sőt, könnyeket is hulladsz, ha arra gondolsz, hogy engem megfeszítettek, aztán ágyba bújsz és elalszol. Nem szégyelled magad? Így szeretsz engem? Ezt nevezette szeretetnek? Talpra! Felpattantam, a lábához vetettem magam, és felkiáltottam. Bocsáss meg, uram, bocsáss meg! Parancsolj, és engedelmeskedem.
fogd a pásztorbotod, mondta Krisztus, és menj az emberek közé. Ne félj, beszélj hozzájuk. De mit mondjak nekik? Mondd meg, magyarázta Jézus, hogy éhezem. Zörgetek a kapukon, kinyújtom a kezem, és ezt kiáltom, könyörüljetek rajtam, keresztények. Azt hiszem, hogy mindenki számára megfontolandó gondolatokat közölt velünk Kazantzakis ebben a regény részletben, és örülök, hogy ezt most megoszthattam veletek is, és természetesen azokkal is, akik majd a tévén keresztül látják ezt a felvételt, de ez a vasárnap mégis az öröm vasárnapja, és ezért meggyújtjuk a harmadik gyertyát az adventi koszorún, és ez jelzi nekünk, hogy mindösszesen már csak egy adventi vasárnap van hátra szentestéig, és összesen 10 nap egészen addig, amíg meggyulladhatnak majd a karácsonyfákon a fények, és az éjféli misén pedig megünnepelhetjük azt, hogy Jézus megszületett. Kegyes vigasztalásnak megígérte jövetelét a Messiásnak, és az álnok kinyomnak mondta, a szép paradicsomba megtöli majd kevés helyet egy asszony magva. Megmondotta Bálán proféta, csillag kéne világra, a Jákobnak nemzetéből világ javára. Zsoltárokban Szent Dávid ajka, egész szólott biztatva, székében fog uralkodni királyi magva. A veszőnek drága virága, csillag tiszta világa, Dávid magban Máriától jött-e világra.